építész akartam lenni, illetve belső építész és bútortervező. Fölvettek a Műszaki Egyetemre. 3 hónap után kiderült, hogy a szememmel nem fogom bírni ezeket az aprólékos rajzokat. Egyenesen elmentem Pécsre. Már november végén, már jó 2 hónapja ment a tanév. Földrajzra szakon volt hely, mondtam, akkor én szívesen megpróbálom. Akkor kezdtem úgy rajzolgatni magamtól. És hát jó eredménnyel el is végeztem a főiskolát. Az, hogy valamikor építész szeretett volna lenni, ez is nyomon követhető, hiszen az utcarészletek, a városképek, ezek mind-mind jelzik azt abbél szándékát, hogy az építészet, tehát nem csak formailag, hanem abban a gondolkodásban is benne van, hogy az épület, mint emberi alkotás, ilyen módon is hagyománytisztelő, mert az, amit ábrázol, az egy ponton jelzi azt a hűséget is, hogy milyen építészeti stílus jelenik meg a festményén. Pécset a főiskolán már találkoztam egy olyan tanárral, aki óraadó volt a főiskolán. Ő Gádor Emil, talán még most is él, már utóbbi időben nem tartom vele a kapcsolatot. Ő biztatott, hogy azon kívül, amit az iskolában csinálni kell, jöjjek, ott van egy szakkör, a Dr. Sándor művelődési házban, a festéket, anyagot, ecsetet, akkor kezdtem el festeni. Ő nagyon biztatott, hogy többet lát bennem, mint egy egyszerű rajztanárt. A tanár úr túl azon, hogy a település születte, túl azon, hogy Tolna megye, Dunántúl és a különböző nemzetközi kapcsolatokon eljutott külföldre is, ezekkel a festményekkel, vagy az életműhöz tartozó egyéb képekkel tanár úr maradt. Hát tulajdonképpen 56-ban kezdtem el kiállítani. Hát akkor még amatőrként tartottak számon, 70-től viselem, hogy úgy mondjam, a művész nevet, amióta a művészeti alapnak vettem a tagja. Most tagja vagyok a Magyar Alkotó Művészek Egyesületének, a Tolna megyei kollektívának. Lehetőség van az életműnek egy olyan bemutatására, amely markánsan képviseli a különböző festői életszakaszokat. Igazság az, hogy minden, de egy időben volt egy ilyesmi, hogy képcsarnok, ugye volt ez a művészeti alapnak ez az értékesítési hálózata. Akkor bizonyos mértékig rászoktam a tájképfestésetre. Portrét is festettem jó ideig, de az annyira személyes jellegű. Nagyon jól elválasztható az, hogy a fiatalkori kép, vagy a fiatalabbkori képeire jellemző, ami hát a technikájából is adódik, a festői technikájából is adódik, hogy a háttér fehérjének a villogását is belekomponálja az alkotásba. Ez mint egy jelzi azt a fiatalos lendületet, azt a nincs jobb szó, mint vibrálást, ami hát annak az életkornak a sajátossága. Aztán a napjainkban készült festmények már sokkal nyugodtabb kompozíciós megoldásokat is jeleznek. A fény-árnyék hatás is sokkal inkább megnyugodott, beérett, hazaért. A természet elvűség az látszik a képen, de mégsem a,
fényképhez, a fénykép komponálásnak a megfelelője, hanem egy kicsit elvont, egy kicsit absztrahált, és ebből az elvontságból tükröződik vissza az, ami számára fontos a látványból.